foglalkoztatás segítő program indult Tiszalökön. A pályázat fő célja, hogy a programban résztvevők közül megtalálják azt a használható munkaerőt, akiket most még többnyire a közcélú foglalkoztatás keretein belül alkalmaznak. Őket a versenyszférába kívánják átirányítani. A kormány ugyanis azt szeretné, hogy a közfoglalkoztatás csupán egy átmenetet képezzen a munkaerőpiacon. A kormány kimondta azt, hogy ez egy átmeneti állapot, hogy a közcélú foglalkoztatásban kell, hogy megtalálják a munkát ez az érintett réteg. Ezt 2020-ig 150 ezer főre le kell csökkenteni országos szinten. Ezt a folyamatot mi érezzük, és ahogy csökken ez a létszám, a közcélúak létszáma, egyre nehezebb lesz megtalálni azt a még kitartó és esetleg szakmunkára is alkalmas foglalkoztatottat, vagy dolgozót, aki a munkaerőpiac elvárásainak meg tud felelni, és ehhez őket fel kell készíteni. És ez a pályázat egyrészt biztosít képzésre lehetőséget, és a munkáltatók igényének megfelelő képzést, ez nagyon fontos kiemelni, tehát amit a piac most igényel, illetve lehetőséget kínál a munkáltatóknak arra, hogy megtalálják azokat az embereket, akikre ők vágynak vagy szükségük van. Másrészt maga a pályázat biztosít olyan forrásokat, amelyek a munkáltatóknak nagyon, nagyon sok kedvezményt adnak, vagy támogatást, itt a bér és járulékai, ez nagyon fontos tétel. A programban felmérik a Tiszalök környékén található vállalkozások munkaerőigényeit, a pályázatban résztvevőket ezekhez igazítva képzik majd tovább. Van már egy előzetes képzési jegyzék, ezt a munkaügyi központ állította össze a helyi igények alapján. Gyakorlatban ez úgy fog működni, hogyha egy vállalkozás munkaerőt keres, akkor jelzi ezt a tiszalöki Paktum irodának, az ottani munkatársak pedig jelzik, hogy mondjuk ezen munkakör területén volt képzés, van kiképzett munkaerő, és akkor elkezdődhet a közös munka. A programról Tiszalökön tartottak fórumot, melyen Vinnai Győző országgyűlési képviselő kiemelte, a cél az lenne, hogy a szakembereket itthon tartsák. Azt szeretnénk, ha minél többen dolgoznának az elsődleges munkaerőpiacon, a versenyszférában. Egyébként már itt bizonyos szerény eredmények mutathatók, hiszen 4,5 millióan dolgoznak országosan, csökkent a munkanélküliség, Szabolcs-Szatmár-Berem megyében is csökkent a munkanélküliség, de ez egy nehéz környék, nyugodtan mondhatom, és ez egy olyan igényfelmérés lehetőséget ad a munkaadók számára is. Örülök, hogy eljöttek olyan cégek, akik be akarnak kapcsolni ebbe a programra, de még szükségünk van, hogy a térség vállalkozóinak figyelmét felhívjuk erre a paktumra. Az uniós pályázatoknak köszönhetően ma Magyarországon egyre több vállalkozás pályázik sikeresen. De a vállalkozások bővítéséhez, illetve új vállalkozások indításához szükséges lesz képzett szakemberekre is. A foglalkoztatási együttműködés az első lépcsőfok a munkanélküliség csökkentéséhez és egy sikeres vállalkozás létrehozásához.